Sziasztok, mivel ez a nap elég borúsan indult, és én nem szeretem se a borús időjárást, se a borús embereket, Oliverrel arra gondoltunk, hogy üljünk autóba és menjünk el felzabálni egy olyan helyet, ami egészen biztos mind a napot, mind az embereket jókedvre deríti. És ez a hely nem más, mint a Plécsárda. Igazából, aki ezen a környéken jár, egészen biztos, hogy nagyon egyszerűen ide talál, ugyanis olyan illatok vannak, amit egy ilyen kis parfümös szelencébe kéne belezárni. Az egész kerületet és itt a környező utcákat belepi a finom olaj illat. Úgyhogy hát én nem is húzom tovább az időt, megérkeztem ide a Plécsárdába, ahogy azt ígérem, megnézem, hogy miközül tudok válogatni, és eszem, eszem és eszem. Bábel nagy familiának az egyik sarja vagyok. A kalocsai érsektől kezdve mindenki a családtagja. Zenészek, művészek, sportolók. És hát én nekem meg kiderült 8 éves koromban, hogy tudok főzni, mert édesanyám nem volt otthon, apám meg szeretett volna enni, ezért én nekiálltam. Megkóstolta, azt mondta, jó ez a kaja, csak szétfőtt a krumpli. Na így kezdődött ez most 55 éve. Hát ugye megvannak a standard kaják, amik nélkül nem lehet kinyitni, a bab, a gulyások, a prézlis húsok. Tomi, van májgombóc leves? Igen. Újházi jókai májgombóc, csak akkor mind a hármat meg lehet obligálni, meg hát valami akármit. Hát megmondom őszintén, hogy igazából bajba is vagyok, meg nem is azért vagyok bajba, mert elképesztően jók az ételek, az összeset végigenném, de hát azért az én hasam is véges. Viszont azért nem vagyok bajban, mert bármit elém rakhatnak, ezek közül biztos, hogy nagyon fog ízleni. De hát adjuk meg a módját, kezdjünk mondjuk egy levessel, legalább 3 levessel. Mindenféleképpen szeretnék enni egy újházi tyúkhúslevest, egy jókai bablevest, és mondjuk egy májgombóclevest. Láthatjátok, ez azért nem az a hely, ahol azon kell gondolkodni, hogy melyik inget húzzátok föl. Ez egy igazi talponálló, ahol azért le lehet ülni, elképesztően jó kajákkal, bő választékkal, és ami a legfontosabb, bő adagokkal is. Én itt ülök most a 3 leves kupac között, nem is beszélek tovább, inkább kóstolok. Gondoltam, hogy megkóstolom erős nélkül is, hogy azért jobban kijöjjenek az ízek. Utoljára ilyen húslevest Mohácson a családi asztalnál ettem, amikor a nagymamám készítette. Tényleg ilyen húslevest sehol nem ettem még, csak a nagyinál. Nagyon-nagyon finom, nagyon omlós benne a hús, de nincs túlfőzve, bőven van benne tészta is, és orsó tészta van benne, szerintem sokkal egyszerűbb ezt a tésztát enni, mint a hosszú cérnametéltet így szívni, úgyhogy itt még erre is gondoltak, hogy kultúráltan tudjuk fogyasztani ezt a levest. És itt még a csípőssel se flanszolnak, semmilyen új hullámos krémet, meg ilyen olyan csili készítményeket raknak ki, hanem nemes egyszerűséggel erős fűszerpaprikát. Az újházival megvagyok, most rátérek a májgombóc levesre. Aki nem tud fütyülni, annak kifejezetten ajánlom, hogy jöjjön el ide májgombóc levest tenni, ugyanis nézzétek meg, rengeteg, de rengeteg répa van benne, úgyhogy ezután a leves után biztos, hogy nem lesz problémánk a fütyüléssel. Igazából más zöldség nincs is benne, csak répa és a májgombóc. A lé, az egészen biztos vagyok benne, hogy ugyanaz, mint a húslevesé, de ezzel semmi probléma nincs, viszont a májgombóc tényleg itt helyben készül, és ami nekem nagyon tetszik, hogy nem ilyen kis nyuansznyi kis gombócok vannak, hanem igazi ember méretű gombócok, úgyhogy ez a leves is abszolút megvett engem. Most pedig következzen a bableves, amit egyébként levesnek csak is jó indulattal lehet hívni. Annyira sűrű, és nem csak a rántástól, hanem a benne lévő dolgoktól, tele van csülökkel, babbal, répával, úgyhogy ez inkább a főzelék és a leves között van félúton. Na nézzük, hogy ízre milyen.
Én otthon a bablevest, amikor kiszedem a tányérba, mindig beecetezem és megszórom lila hagymával. Na itt erre semmi szükség nincs, ugyanis alapból a levesben már benne van az ecet, ami szerintem nélkülözhetetlen egy frankó bablevesből. Amit én még tennék rá, az egyébként a lila hagyma. Nem kértem, van, úgyhogy lehet kérni savanyított lila hagymát rá, így is nagyon finom ez a leves. Kell egy kis segítség? Te mit keresel itt? Hát még az embert enni se hagyják, hát nem igaz? Leültem, hogy veszek egy jó ízűt, erről, hogy megzavarják az étvágyamat. Na most, hogy így időközben váratlanul, tényleg nem tudtam róla, befutott Nóri is, és levest nem hagytam, ezért kénytelen vagyok rendelni még valamit, hogy ő is azért megtömi a pocakját. Jófej leszek, és Nórit meglepem egy jó pacal pörköltel, azt mondja, hogy nagyon szereti, és én pedig szeretnék kérni rántott csirke mellett és rántott sajtot így kezdésnek. És csak Nórcsó, kértem neked finom pacal pörköltet, tudom, hogy szereted. Jézus! Hát emberek ezzel takarózni szoktak, nem megenni ekkora hússal. A meglepetés vendégem nagyon kedvesen áthárította a pacal pörköltet rám, úgyhogy nincs más dolgom, mint megkóstolni. Megmondom őszintén, én nem sokszor ettem még pacalt, és amikor ettem, hát azt inkább hagyjuk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy most kellemesen fogok csalódni a pacal pörköltben. Nóri, biztos nem? Hát igen, most már tudom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy eddig nem jó pacal pörköltet ettem. A pacal pörköltnél ugye a nagy félelem az, hogy rágós a gyomor, mert ugye ez a marhának a gyomrából készül akármilyen ijesztő. Hát ez a gyomor nem rágós. Elég a nyelveddel hozzá nyomni a szájpadlásodhoz, és teljesen szétolvad a szádba, úgyhogy nagyon finom. Most pedig jön egy igazi klasszikus, amit megmondom őszintén sokszor jobban kívánok, mint a húsos változatát, a rántott sajt. Egyszerűen, ha a vegetáriánus kedvenc ételt kellene mondanom, akkor az a rántott sajt lenne. Nézzétek meg, itt nem rántott levegőt kaptok, hanem tényleg nagyon jól van elkészítve. Ugye a rántott sajtot nagyon nehéz jól elkészíteni, nagyon sok esetben kifolyik. Egy-két trükkre kell figyelni, és itt tudják azokat a trükköket, és figyelnek is rá. Na most nézzük, milyen az íze. És a rántott sajt ugye tartármártással az igazi szerintem, és itt arra is van lehetőség, hogy azt is kérjetek. A rántott sajtot ezennel kivégeztem, nézzétek el nekem, hogy a köretből hagytam egy picit, de ez nem véletlen, ugyanis nézzétek, mi vár rám. Ez egy óriási rántott csirkemell. Hát azért valljuk be, hogy ekkora szelet rántott húsokat nem sűrű lát az ember. Egy kisebb család ezzel túlzás nélkül jól lakna. Nem tudom, hogy van-e ember, aki ezt meg tudja enni rajtam kívül. Na nézzük, milyen az íze. Azt szokták mondani, hogy rántott húst nem lehet elrontani. Ez nem igaz, már én is rontottam el. Mondjuk azt hagyjuk, hogy mennyi fröccsöt ittam előtte. Igenis, el lehet rontani a rántott húst. Mégpedig ki lehet szárítani a húst. Szottyos rajta a panír. El van sózva, el van borsozva. Erre a húsra egyik se igaz. Tényleg nagyon-nagyon ropog a bundája. Nem tudom, hogy ennek mi a trükkje. És a hús elképesztően szaftos. Na, ilyen egy tökéletes rántott hús. Hát a tömőfát majdnem elő kellett vennem így a végére, de azért nagy nehezen megbirkóztam vele. És nem mondom, hogy nem laktam jól, de itt az előbb kikértek egy cordon bleut, és olyan elképesztően néz ki, hogy muszáj rápróbálnom arra is. Így folytásnak még egy cordon bleut szeretnék kérni, meg még egy málna szörpöt. Igen, köszi, adom a tálcát. Cordonba lehet minden, sajtsonka, gomba? Na, köszi. Köretet? Figyelj, igazából köretet nem is kérek hozzá. Tényleg nem kérek. A hús a lényeg. Ő megfelelő? Abszolút tökéletes. Meg is mondhatnék,
igazából ti is láttátok, hogy ebbe a cordon bleu-be konkrétan egy adag gombapörkölt is bele van töltve a sonka és a sajt mellé. Aki nem szereti a gombát, ő is jöjjön el nyugodtan ide cordon bleu-zni, mert ez választható, megkérdezik, hogy mivel legyen töltve, és hogyha nem kérsz bele gombát, akkor neked nem fognak belerakni. Egyszer minden mesének vége. Az én plécsárdás mesém az most ér véget. Hát aki ide eljön, az tényleg meseországban érezheti magát. Elképesztő adagok, elképesztő ízek, semmi flansz. Úgyhogy ha szeretnétek egy jót zabálni, és egészen biztos, hogy nem éhesen hazamenni, akkor feltétlenül gyertek el a plécsárdába. Kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán. Na most irány a bázis, mert nincs menü desszert nélkül, és bent láttam a hűtő tele van jobbnál jobb édességekkel. Látod, Olikám, mondtam, hogy egy rántott hús elég ahhoz, hogy kisüssön a nap. Na neked viszont úgy sincs színed, úgyhogy sétálj egy picit. A videót a Seat Leon Kombi támogatta.